Köszönöm, és köszönjük elnök úr igen tanulságos megnyitó előadását, és kollégáim nevében azt gondolom, hogy külön is köszönjük az utolsó mondatokat, amely nem csekély dilemmánk feloldásához ad segítséget, mert későbbiekben nyilvánvalóan fogunk még beszélni. Most pedig felkérem Mezei Barnát, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar jogtörténész egyetemi tanár előadóját, vezetőjét. Tartsa meg előadását! Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Az én feladatom az, hogy egy rendkívül széles kérdésről, a rendi nemesi alkotmányról beszéljek. Ezért azért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alapozó tematika, hiszen a történeti alkotmány ebben a periódusban alakul, kinyeri el végső formáját, illetőleg kapja meg azokat az alapintézményeit, amelyekből jó néhány minimáig használható fogalomként fog megjelenni a mindennapos alkotmányos gyakorlatban. Engedjék meg, hogy először három fogalomról beszéljek, az alkotmányról, a konstitúcióról és a sarkalatos jogokról vagy sarkalatos törvényekről az értelmezés kedvéért. Nem tudom, mennyire közismert, az alkotmány szavunk valahol a 16. század környékén keletkezett, de jelentését tekintve nagyon messze állt a mai alkotmánytól, egyszerűen csak szerkezetet valamilyen. Tehát ma van ugyan egy ilyen pejoratív felítés annak a kifejezésnek, hogy tákolmány, de annak a rokon kifejezése, ne értsenek félre, csak etimológiailag próbálom helyre tenni a dolgot. Az alkotmány tehát eredendően egy szerkezetet, egy szervezetet, egy összerakott dolgot jelent, és tulajdonképpen a 18. század vége, 19. század eleje az, amely a mai értelemben vett alkotmány tartalmat próbálja kölcsönözni ennek a szóformának. Igaz, hogy nagyon hosszú ideig az álladalommal küzd és próbál diadalra jutni. A konstitúció szó, és ez azért érdekes, mert hogy egyetlen az alkotmány fogalom megjelenése a magyar jogban, az alkotmányjogtudomány egyöntetű állítása szerint Magyarországon a 18. század végén jelenik meg. A 18. század végéig a konstitúció az rendelkezés értelemben fut, tehát nem a alkotmány kifejezés értelmében, és 1790-es országgyűlésen az 1791. évi 10-es törvénycikk az első, amely a magyar törvénytárban használja ezt a fogalmat, amikor is arról rendelkezik, hogy Magyarországnak önálló alkotmánya van, és erre ugye az eredeti nem magyar szöveg a konstitúciót használja. Ezt megelőzően ez a kifejezés nem használtatik a magyar jogban és jogtörténetben, vagyis azt kell mondanunk, amikor rendi alkotmányról beszélünk, ez egy visszavetítés, mint fogalom, de csak mint fogalom, mert a valóság az létezik, tehát a valóságon tartalmilag létezik az alkotmány, de mint kifejezés, ez egy későbbi megfogalmazás. Amikor már van alkotmányfogalmunk, onnantól kezdve beszélünk rendi alkotmányról. Ezt megelőzően inkább szokásainkról, ősi jogainkról, sarkalatos jogainkról, nemesi, régen megszerzett jogainkról, első uralkodóinktól származó fő kiváltságos jogainkról beszélnek a források, és beszélnek a nemesek is. A sarkalatos törvény fogalom megint csak nem fedi le a ma használt sarkalatos törvényt, sőt nem fedi le a dualizmusban használt sarkalatos törvényt sem. Először az 1723. évi 6-os törvénycikk értelmezi, próbálja értelmezni, és ennek kapcsán jegyzi azt meg, hogy akik nemesi kiváltságnak örvendenek, minden adózástól mindenkor mentesek maradjanak,
És ezt folytatta tovább az 1741. évi 8-as törvénycikk, amely a közjogi privilégiumok használatos megjelölését a következőképpen adja. Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése alapján szentesítetett, hogy Magyarország és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendeinek sarkalatos jogai, szabadságai, mentességei és kiváltságai, ez lényegében az alkotmány egyik alap oszlopa, jelesül azok, melyek a hármas törvénykönyv első rész 9. címében és az 1723 évi 6-os cikkelyben, ez volt, amit az imént idéztem, melyek őket mindenféle adózás alól fölmentik, sőt kiváltságaiknál fogva ősi szokás alapján abban is megerősítik, hogy a telekkel semmiképpen ne járjon együtt a közteher. Ezt ilyen értelemben használják a sarkalatos törvényeket, egyébként a hármas könyv hivatkozott része az a úgynevezett nemesi alapjogokat tartalmazza, az adómentességet, a király bíráskodás alá tartozást, a letartóztatás tilalmát, illetőleg az ellenállási jognak a gyakorlását. Tehát ez a négy sarkalatos alapjog, amire vissza hivatkozik ez a törvény. Vagyis az alkotmányfogalom és a sarkalatos törvények olyan módon függenek egymással össze, hogy a nemesi, rendi, kiváltságos megfogalmazás és jogosítványok, kiváltságok, privilégiumok képezik az alkotmányt, és képezik az alkotmány legfontosabb oszlopát. Természetesen persze még az alkotmányban számos egyéb dolog is megfogalmazódik, hiszen ez egy történeti alkotmány, amiről eddig szó volt. Az 1791. évi 10-es még egy szempontból nagyon érdekes, hogy nem csupán az definiálja, hogy Magyarország saját alkotmánnyal rendelkező és ennek megfelelően eszerint kormányzandó ország, hanem megfogalmazza már az ezt követő paragrafusokban a hatalom elválasztás elvét is. Elnök úr célzott arra, hogy az alapelveket ismertetni kell. A magyar polgári átalakulás itt kezdődik el, amikor először leszögezi azt, hogy a bírói hatalom és a végrehajtó hatalom egymástól elválasztandó. Ez 1790-es országgyűlés az, amelyik dokumentumba foglalja. A történeti alkotmány, most már áttérve a történeti alkotmányra és a történeti alkotmány taglalására le kell szögezni, hiszen ebben minden alkotmány jogász egyetért, és minden történész is egyetért, hogy tudnélik, alkotmánya minden államnak van. Olyan nincs, hogy ne legyen alkotmánya. Tehát az alkotmánynak csak ez a fogalma, ami most létezik, ez a fölmagasztosult kartális alkotmány, hogy ez a 19-20. Századnak a nagy vívmánya, ez kezelte kicsit pejoratív értelemben a történeti alkotmányt. Most akár nevezzük nevén, akár nem nevezzük nevén, alkotmánynak lennie kell. Olyan nem létezik, hogy egy társadalom úgy működjön, hogy nincsenek világosan leszögezve, vagy közelvilágosan a hatásköri kérdések, nincsenek világosan leszögezve az, hogy a hatalomgyakorlásnak milyen pozíciói vannak, milyen szervei vannak, hogy nincs valahogy tisztázva a hatalmat gyakorló és az alattvaló viszonya, annak jogai és kötelezettségei. Ezek minden államban léteznek, függetlenül attól, hogy ezt kartális alkotmányba foglalják, avagy nem. Tehát gyakorlatilag mindent visszakereshetünk, ami a mai alkotmány fogalomban előfordul, de természetesen nem azon a módon, hogy a történeti környezettől leszakított fogalmakat próbálunk megtalálni a múltban, hanem egyszerűen csak a körvonalakat kereshetjük benne. Ezzel kapcsolatosan tehát azt mondhatjuk, és itt mondjuk a nemzeti hitvallással kapcsolatos értelmezéshez egy adalék, hogy a magyar alkotmány nem Szent Istvánnal születik meg, a magyar alkotmány a nomád állam időszakába is létező, és csupán az Európához való csatlakozásunk az, amely egy másfajta értelmezést ad ennek az alkotmánynak, átalakítja ezt az alkotmányt, és egy új európai alkotmányt valósít meg, amely többek között például az európai keresztény királyeszmét is meghonosítja Magyarországon, és ilyen értelemben egy változtatást eszközöl az alkotmányban. Az a kifejezés egyébként, hogy történeti alkotmány egy meglehetős kései jelenség, akkor kezdenek el történeti alkotmányról beszélni, ami egyébként magától értetődőség
az államéletben, hogy létezik alkotmány, amikor fölbukkannak az írott alkotmányok. Tudnék, az írott alkotmányhoz fűzött pozitív tartalmak azt a kényszert idézik elő, hogy a másik oldalon megmagyarázzák, hogy mi az, ami nem írott alkotmány, és így kezdik a történeti alkotmányt meghatározni. Tehát maga ez a kifejezés is, hogy történeti alkotmány, ez is egy meglehetős kései jelenség, és az írott alkotmánnyal párhuzamosan. Ráadásul a történeti vonatkozásokban némi ellent állás is tapasztalható, hiszen amikor önmagát meghatározza az írott alkotmány, illetve az írott alkotmány megteremtői meghatározzák önmaguk helyét, akkor ezt a történeti alkotmánnyal szemben teszik meg. Ennek következtében ez két ellentétes fogalomról van szó, ami a tartalomból is nagyszerűen kiderül. Tudnék, az egyik esetben egy plasztikus, szokásszerűségen nyugvó és tradíciókból táplálkozó alkotmányról van szó, a másik esetben pedig egy politikai erő, éppen triumfáló politikai erőnek a forradalmi változtatásokat egységesen, világosan és konzisztensen megfogalmazó akaratáról van szó, amelyet azután, most ez csak a kezdetekre vonatkozik, amit azután értelemszerűen az alkotmányosság fogalmával visznek be a gyakorlatba. A két fogalom tehát ellentmond egymásnak, úgyhogy most egy nagy kísérletnek vagyunk tanúi, hogy ezt a két fogalmat hogy lehet egymással összepasszintani. Tudnilik az, amiről elnök úr beszélt, hogy a törvényalkotás és a történeti alkotmányban foglalt szokásszerűség egyeztetése hogyan zajlik. Ez a 19. század nagy kísérlete volt, erről lesz szó itt 1848 utáni alkotmányfejlődésben. De az nem jelentette az írott alkotmány, vagy írott alaptörvény és a történeti alkotmánynak az egyeztetését. Most, hogyha azt próbálom körvonalazni, hogy mi is volt ennek a rendi alkotmánynak, tehát a rendi történeti alkotmánynak a képlete, akkor nyilvánvalóan ugyanúgy megtaláljuk a legalapvetőbb elveket, a működési leírásokat, illetőleg a szervezeti kritériumokat. Én csak úgy megpróbáltam, hogy a történeti alkotmány nem definiálható, vagy legalábbis nagyon nehezen definiálható, nem elméletben, hanem konkrét megvalósulásában. Ennek következtében mindig attól függött mindez idáig, hogy ki mit tekintett történeti alkotmánynak, hogy mit sorolt a történeti alkotmányhoz. Például szokták emlegetni Széchenyit, 1800, a reformkorban nagyon komoly kérdés volt a történeti alkotmány, hiszen a népképviselet elvének bevezetése, amely az országgyűlést és az országgyűlés által alkotott törvény lényegében megváltoztatott helyre a törvényalkotás csúcsára, tehát az egész államszervezet csúcsára helyezte, megteremtette a jogforrási hierarchiát, ez a népképviselettel kapcsolatos kérdés, ez alapvetően ugye szembeállt azzal a történeti alkotmánnyal, amelyre azt mondja a Verbőci, hogy a szokásjog törvényt pótol, törvényt magyaráz és törvényt ront, ami egyértelmű helyre tette a törvényt, hogy hol van az ő helye. A törvénynek a szokásjog értelmezésével van csak funkciója, és ezt én szeretném is megerősíteni, hogy nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy az 1848 előtti törvényhozás bármiben is hasonlított a mostani törvényhozáshoz. Azok a törvények pillanatnyi politikai paktumok voltak, és nem az ország legmagasabb szervének megfelelbezhetetlen döntése. Hát hiszen a vármegyének, és ez is sajátosság a rendi alkotmánynak, megvolt az a joga, hogy tisztelete félretegye akár törvényt, akár normálét, akár pátenst, ami leérkezett, amennyiben ő azt alkotmányellenesnek ítélte. És visszaküldhette, hogy úgy gondolja, hogy ez alkotmányellenes, az ősi sarkalatos jogokkal ellenkezik, ennek következően nem hajtja végre. Tehát a törvénynek egy alárendelt szerepe van a feudális rendi társadalomban, amely fölött a szokásjog dominál, és a szokásszerűség dominál. Na most pontosan ezért a reformkorban megpróbálták összeszedni, hogy mi is az a történeti alkotmány, és ezt általában úgy oldották meg, hogy felsoroltak általuk fontosnak tartott dolgokat. Széchenyi például ide sorolta az ősszerződést, amennyit ismerünk Anonymus-tól, tehát azt a leírást, ide sorolta az aranybullát, ide sorolta a bécsi békét, a linci békét, ide sorolta az 1351-es törvényeket, ami megalapozta ugye a ősiséggel, meg a 9-et törvénnyel a nemesi gazdasági politikai bázist, és utána ide sorolta a vallásra, illetőleg a nyelvre vonatkozó összes törvényt.
És ő úgy gondolt, hogy ez a történeti alkotmány, de látható az a törekvés, hogy alapvetően törvényeket olvasnak végig, mert nem megragadható az, ami a szokásszerűségben, tehát a szokásjogban megtestesül. Ennek ellenére én is gyűjtöttem magamnak, de, tehát, és egy-két dologra lesz csak idő, hogy beszéljek róla. Én alapvető rendi kérdés, rendi alkotmányos kérdésnek tartom az európai királyeszme magyarországi meggyökeresztetését, és innentől kezdve ennek alapvető szabályozó mi voltát. Ezzel kapcsolatosan a korona eszmét és a Szent Korona eszmét, a kettő nem azonos, tehát a magyar szuverenitás elméletet, a Szent Koronatant, a patrimonialitást, amely évszázadokon keresztül meghatározta, mások személyes királyságnak nevezik, meghatározta a magyar kormányzati struktúrát, a végrehajtó hatalom gyakorlását, a rendiséggel kapcsolatosan a rendi képviseletet, de ez egy alapelve ágyazottan a rendi dualizmus képletében, tehát a rex és regnum kettőségében a rendi hatalom megosztásnak a technikáját, hogy világosan tisztázták azt, hogy a királyi hatalom és a rendi hatalom között hol húzódnak a határvonalak, és lényegében ez lett az, ami aztán a későbbiekben az országgyűlés tekintélyét megalapozta. Itt ezzel kapcsolatosan az alkotmányos garanciák, amelyek a királyi hatalommal szemben a rendi jogokat biztosítik, és fordítva a hitlevél, a királyi eskü, a választási feltételek, a választási szerződések, illetve azok a szerződések, amelyeket a dinasztia kötött a rendekkel, garantálván az alkotmányos státuszokat. Én ide sorolom pontosan ebből következőleg a törvényhatósági képviseletet, vagyis a vármegyei választási rendszerre épülő nemesi képviseleti rendszert, ami tulajdonképpen valahol egy kicsit a vármegyék hatókörét adta át a országgyűlésnek, tehát emelte föl a diéta szintjére, az egyházi szerepvállalást, hiszen az egyház óriási segítséget adott annak idején Szent Istvánnak a keresztény magyar állam megteremtésében, ami tulajdonképpen a nomad államhoz képest egy rendszerváltásnak tűnt, a európai csatlakozás feltételének a teljesítése zajlott, és ebben az egyház hihetetlen nagy segítséget nyújtott. Ennek következőben az első perctől kezdve szervesen beépül az alkotmányos életbe, új személyeiben is, tehát úgy, hogy a politikai vezetők tehát a klérus vezetői egyben politikai vezetők is, és úgy is, hogy meghatározza a jogalkotás folyamatait, meghatározza az ideológiai alapozásokat, és egyáltalán a közhatalmi gondolkodást. Én ide tartozónak tartom és vélem a szokásszerűség uralkodó jelentőségét, a szokásjog domináló hatalmát. Magyarországon, Európával szemben, nagyon, már Európa nyugatával szemben akarom mondani, nagyon határozottan megragadható az az önállás, ami a Szent István óta tartó ősi jog átöröklésében fogható meg, azt tudnélik, hogy az, amit mi úgy ismerünk, hogy királyaink törvényei, az tulajdonképpen a felületét kapirgálta csak meg a jognak, mert nem tudott mélyebbre hatolni, ezt egyébként a folyamatos megerősítések is visszajelzik, csak egyes kérdéseiben, hanem átengedte a hétköznapi szabályozást az ősi jognak, ami aztán szokásjogként él tovább a későbbiekbe, bár az se lenne szabad elfelejtenünk, hogy a szokásjog, a magyar szokásjog, legalábbis Vergőci értelmezésében a magyar lakosságnak körülbelül, és akkor nagyon sokat mondok, 10%-ára terjed ki, az összes többire a hivatalos jogon kívüli jog, ugye a jogszokások, a népi jogszokások voltak iránymutatóak, ahova nem is tudott lejutni igazán a jog hatása. Az alkotmányjog persze ilyen értelme, vagy alkotmányos gyakorlat egy kicsit más, mert a bírói hatalom gyakorlásának feljogosítottsága, például az úriszéktartási jog, vagy a földbirtokhoz kapcsolt közjogi jogosítványok sora, az eléri a jobbágyot természetesen, de csak abban a vonatkozásban, ami a földesúri érdeknek, vagy a politikai érdeknek megfelel. Pontosan ebből a szokásjogias, elkezdtem egy mondatot, és nem fejeztem be, hogy tudnék, Nyugat-Európához képest Magyarországon a szokásjog meg tudta akadályozni azt, hogy recipiálódjék a római jog, meg tudta akadályozni azt,
hogy a európai közösségi jog megérkezzen Magyarországra. Csak a legműveltebb, legfelsőbb bírói rétegekben bukkan föl, akik nyugaton tanultak, és megpróbálják a felsőbírósági gyakorlatban, ha hiátus van, megtölteni európai ötletekkel a joggyakorlatot. De valójában a szokásjog olyan erősen beleégett a magyar jogrendszerbe, hogy nem volt lehetséges, persze feltételesen nagyon voltak meg annak, hogy az árutermés hiánya miatt, hogy a római jog nagyon erősen átjöjjön. Ebből következően azután a szokásjognak 1848-ig meghatározó szerepe van, sőt azt követően, és ez majd egy érdekes kérdés egyébként az alkotmány értelmezésénél, hogy a fennmaradt szokásjogi szabályok azok hogy jelentkeznek majd. Én nem akarok belemenni a későbbiekbe, de elhoztam magammal a Corpus Juris Hungarici 1916-os rendszeres tárgymutatóját, ahol, hogyha az ember kinyitja a törvénynél vagy a szokás, oldalakon keresztül más se lát, mint hogy Szent István milyen törvényei vannak hatályba, Szent László milyen törvényei vannak hatályba, nyilván értelmezéssel jutottak el ide, és nyilván ebből lehet majd következtetéseket levonni arra, hogy hogyan értelmezi a történeti alkotmányt a jogalkotás, ugye, meg a bírói gyakorlat, mert azt fogja kimondani, és azt mondta ki annak idején is, hogy a történeti alkotmány hogyan igazodik be a tényleges rendbe. Én ebből a szokásjogi kérdésből levezetve az alkotmányos jogfolytonosságot alapvető szempontként tartom számon, amire a legjobb példa, nem megyek bele, mert elvenném a témát, de az 1848-as átalakulás, ahol görcsösen ragaszkodik a magyar nemesség ahhoz, hogy a legtökéletesebb szabályok között alakuljon át a magyar társadalom, lehet Pesten forradalom, akkor is a jogfolytonosság azt követeli meg, hogy a rendi szabályok szerint jöjjön létre az új parlament, az új törvények és az átalakuló magyar alkotmányos élet. És nyilván nem szakítható el ettől a körtől a nemesi alapjogoknak, a priminónusznak a folyamatos érvényesülése, amely szoros összefüggésben van egyik oldalról a földesúri hatalommal, másik oldalról az ősiséggel, amely önkéjem befolyásolja a magyar gazdasági életet. Na most időm azt nem engedi meg, hogy ezekről önöknek részletesen beszéljem, mert egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ezt egy éven keresztül mondom a hallgatóimnak, mert egy teljes tárgyat jelent, és nem 30 perces előadás keretében. Én egyetlen dolgot szeretnék illusztratíve kiemelni, hogy hogyan változik az alkotmány, és milyen súlya van, ez pedig a Szent Korona szerepe az egész magyar fejlődésben. Ennek ma óriási irodalma van, és rengeteg legendája és tévtana, hogy elnök úr mondotta volt, és ehhez képest viszonylag kevés tárgyilagos elemzése. Néhány megállapítható, és legendáktól független megállapíthatóság azonban van. Az első ilyen tétel az, hogy Szent István kérte a koronát, és Szent István kapta a koronát. Ennek következtében, és ez megjelenik a korabeli dokumentumok szövegében is, Szent István és a közvetlen utódai a mi koronánkról beszélnek, vagyis a koronához, amely őt legitimálja, amely Dei Gratia, egy egyházi liturgiában Dei Gratia uralkodóvá teszi őt. Ez a korona, ez az európaiság jelképe, az európai keresztény államok közösségéhez tartozásnak a kifejeződése, és egyben egy koronázási ékszer. A mi koronánk ebben az értelme közjogi és alkotmányos értelemben azt jelenti, hogy a király rendelkezik a koronával, tehát nem a korona által lesz ő király, csak a koronázás által lesz király, tehát az egyházi koronázási ceremónia által lesz király, és amúgy pedig a korona az innentől kezdve tulajdonképpen egy indiferens ékszerként van jelen a közjogban, jelentősége tehát az, hogy benne van a koronázási folyamatban. Negyedik Bélától érzékeljük azt, hogy a korona kezd egy kicsit elszakadni a királytól,
tudnélik negyedikben, amikor visszaveszi visszapróbálja venni, bocsánat, a földeket, akkor megpróbál úgy hivatkozni a koronára, mint hogyha az egy kicsit független dolog lenne, és a korona jogán mondja, hogy a korona jogán szedjük vissza ezeket a földeket. Nem szakad le a koronától, és nem akarja azt mondani, mert változatlan a mi koronánk formulák jelennek meg a korabeli dokumentumokban, de már azt mondja, hogy a korona joga az valami kicsit független, és nem az én felelősségem, hanem a korona felelőssége az, hogy most ezeket a visszavételeket ilyen irányba terelem el. A nagyon nagy változás a korona közjogi szerepébe és alkotmányos szerepébe akkor következik be, mikor kihal az Árpádház. Tudnék, ezzel elveszít egy hatalmas legitimációt a mindenkori uralkodó, a honfoglalás, a keresztény államalapítás és általában az Árpádok tradícióját, amely egyébként tudjuk, hogy az Árpádok vérvonal az mindig dominált, tehát hiába voltak trónharcok, mindig Árpádok harcoltak Árpádokat, tehát kimutathatóan vérségi rokonságban levő Árpádok kerültek a trónra. Most innentől kezdve ez megszűnik. Megszűnik ez a vérvonal, megszűnik ez a fajta kapcsolódás, vagy csak nagyon távolivá válik. Ezzel egy időben az közismert, hogy rendkívüli módon meggyengül a király gazdasági pozíciója is. Lévén, hogy az aranybulla mozgalom környékén ismert folyamatokban a hagyományos patrimoniális alapok megszűnnek. Tehát a királynak gazdasági bázisa se nagyon van, tehát át kell alakítani mindenki. Új legitimációs megoldásokat kell keresni. Itt bukkannak föl olyanok, mint a választás, amelyik a rendekre hivatkozással próbálna a legitimációt megalapozni, és ez ad egyébként lendületet a rendi fejlődésnek, majd és a rendi képviselet kialakulásának. Az országgyűlés ezzel paralel egyre erősödő szerepvállalása az alkotmányos életben. Folyamatos hivatkozás Szent Istvánra, ez innentől kezd nagyon határozottá válni, ezt megelőzően volt ugyan, de lehet, hogy az előző uralkodóra volt, Szent Lászlóra is volt hivatkozás, meg előző uralkodókra volt hivatkozás. Most kezd általánosan válni az, hogy Szent Istvánra hivatkozni, mert a Szent Istvánné hivatkozás az egyfajta tradicionális erőt ad az egész uralomnak. Ilyen módon alakul a korona funkciója, mert most ez az alkotmányos értelemben, és ekkor válik általánossá, hogy a Szent István koronájával való koronázás az igazi koronázás. Azt én meg nem tudom mondani, ezt vitatkozzanak rajta a Szent Korona szakértők, hogy ez vajon tényleg Szent István koronája volt-e, vagy csak azt mondták, hogy Szent István koronája volt, és ezért ragaszkodtak hozzá. A lényeg, hogy innentől kezdve ez a ragaszkodás egy alapvető ragaszkodássá válik, és megkérdőjelezhetetlen elemévé a koronázási liturgiáknak. Na most ebben a folyamatban a korona egyértelműen önálló életre kell. Egy másfajta jelentése van már, amit a szóhasználatban a korábbi a mi koronánk helyébe lépő mi és a koronánk kifejezés kezdi felváltani a hivatalos dokumentumokban, ami ezt a távolodást teljesen egyértelművé teszi, és egyértelműnek mutatja be. Ugye aztán jönnek a Zsigmond körüli történetek, Zsigmond fogsága, Zsigmond nevében való uralom, ami ezt egyre határozottabbá teszi, hogy le lehet szakítani a királyról a koronát, a király és a korona nem tartozik össze, és folyamatosan töltődik föl a korona egy olyan tartalommal, olyan közjogi tartalommal, amely szuverenitás tartalmat ad neki. Erre szoktak volt hivatkozni Ulászló koronázásával kapcsolatosan, Bertény Iván hívta rá föl a figyelmet, hogy 1440. június 17-én, amikor koronázni akarták Ulászlót, kiderült, hogy nincs meg a korona. És ekkor a rendek azt a határozatot hozták, hogy nem baj, mert Szent István fejerekje tartójával is lehet koronázni. És az indoklás mi volt? Azért lehet koronázni, mert tőlünk származik a jog, ami a koronában van, és ezt a jogot mi olyan formában át tudjuk ruházni, sőt még azt a döntést is meghozták, hogy amennyiben nem kerül elő a Szent Korona, akkor a Szent Koronához fűződő összes közjogi jogosítványt, ők a rendek, elvonják a Szent Koronától, és ennek a fejerekje tartónak adják azért, hogy törvényes legyen az uralom. Most az egy más kérdés, hogy ez mennyiben érinti a Szent Korona közjogi történetét, viszont kétségtelenül mutatja azt,
hogy a mi és a koronánk helyett már egy egészen más képlet alakult ki, a király és a korona. A koronában az állami szuverenitás jelenik, meg méghozzá az a rendi szuverenitás, amit a rendek képesek, átruházni, és a király az pedig csak akkor lehet király, akkor gyakorolhatja hatalmát, hogyha hozzájut a koronához, de fordítva is igaz, akinél a korona van, az gyakorolhatja azokat a királyi jogokat, és szuverenitásból folyamatozó jogokat, amely a magyar államisághoz kötődik hozzá. És itt még egyet hagyj jegyezzek meg, ez a Anjou Lajosnak a velenceiekkel kötött szerződése, amire szintén szoktak hivatkozni, ahol a velenceiek azt kérték, hogy a szerződésbe ne úgy szerepeljen, hogy a magyar király, hanem a magyar király és a korona köti a szerződést, és belefogalmazták azt is, hogy a magyar király önmaga magára nézve kötelezettséget vállal, de arra is, hogy a későbbiekben a korona tovább folytatja ezt a szerződést, tehát nem szűnik meg a király halálával a szerződés, hanem a szuverenitást értelmében, a korona szuverenitása értelmében tovább él a szerződés. Vagyis itt már egy állami, társadalmi szuverenitást hordoz a korona, és az óriási jelentőség és a későbbiekre kiható jelentőség is ez van összefüggésben. Középkorász barátaim, én alapvetően nem középkoros vagyok, középkorász barátaim fölhívták arra is a figyelmet, hogy a középkor szellemiségéből következendően sokkal könnyebb eljuttatni az üzeneteket szimbólumokon keresztül. És a Szent Korona, és egyedül a Szent Korona szerepe, mint szuverenitás szimbólum, sokkal érthetőbb volt a társadalom számára, mint hogyha elkezdtek volna egy elvont állam vagy alkotmány fogalommal operálni. Ezért azután az állami szuverenitást, mint olyat, nem itt állami szuverenitást nevezték nevén, hanem a korona hatalmát, a Szent Korona hatalmát. És ettől a perctől kezdve a Szent Korona, a magyar szuverenitás kifejezése, megjelennek azok a fogalmak, hogy a Szent Korona pecsétje, a Szent Korona kancellárja, a Szent Korona területei, a Szent Korona tagjai. Ezek nagyjából mind ott a 15-16. Században kialakuló fogalmak, amik innentől kezdve hát a magyar államhoz tartozásnak a fogalmi képleteit jelenti. A késő, aztán most már csak két mondatban, a hármas könyv ennek ideológikus alapját is megteremti, tehát filozófiailag megalapozza a Szent Korona által való hatalom átruházásnak a tényét és tematikáját, a Habsburg kor pedig ebben az állapotában megerősíti és fölmagasztalja a Szent Koronát, hiszen folyamatos harcaink a Habsburgokkal nem csak szuverenitás szimbólumtulajdonságokat adnak ennek a koronának, hanem immáron a koronát, mint a Habsburgokkal szemben álló magyar szuverenitást fogalmazza meg, és ez folyamatosan megállás nélkül zajlik, ami azt jelzi, hogy az utolsó Habsburgokig mindenki ragaszkodik, hogy megkoronázzák, leszámítva ugye második Józsefet, de az összes többi Habsburg ragaszkodik ehhez, mert kénytelen elismerni, mert nem működne a magyar alkotmány akkor, hogyha az ő koronázása ilyen formában nem zajlott volna le. Hát kérem szépen, én nagyon sajnálom, hogy ennyi idő maradt, de nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy eljöhettem, hogy elmondhattam, és aztán majd gondolom a kerekasztalban, hogy beszélgetünk tovább. Köszönöm szépen a figyelmet!